Na, amit olvasgatsz, addig én beköszönök. Jó. Sziasztok, ez a 62. backstage. Olyan gyorsan visszatértünk, hogy még meg se tudtátok nézni szerintem az előző részt. Annyi időnk volt, hogy átöltözzünk. Sziasztok. Igen, igen. Két nap telt el igazából, mióta felvettük. Nem. Három nap telt el, mióta felvettük az előző részt. Csak gondoltuk, annyi minden történt itt a Stellantis bejelentés kapcsán, vagy hát annyi hírt kéne itt gyorsan feldolgoznunk, hogy nem akartuk megvárni Teddyvel, hogy majd két hét múlva beszéljük. Mire ezt már mindenki kibeszéli ezt a történetet, szeretünk volna kicsit frissek maradni. Viszont mielőtt belemegyünk az új történésekbe, előtte egy kis megkövetést szeretnék eszközni. Nem veszed el a papírjaim. Én csináltam. Ez egy ilyen papírjaim. Szóval, hogy ugye az előző adásban beszéltünk arról, ha nem láttátok, akkor még nézzétek meg, hogy Lengyelországban készülnének majd a fák, és tévesen állítottam, igazából mert a személy mondtam, hogy a Tonalit is Lengyelországba költözhetik, nem. Az egyelőre úgy néz ki, hogy marad Olaszországban, és a Brenner ott fogják Tihiben gyártani. Aztán majd meglátjuk. Igen, de igazából maga a kérdésfeltevés, hogy jönnek a lengyel Alfa Romeók, az végül is hosszú távon nézve helytálló, mert aztán igen. Valószínűleg nem csak egy típus fognak ott gyártani, ha már átköltöztetik a gyártást, nem? Csak legyen még több típus, amit gyárthatnak hát ott inkább. Attól függ, hogyha, hát nyilván, tehát hogyha van ott még hely Tihiben, akkor igen, az a kérdés, hogy ugye van-e hely arra, hogy egy újabb típusnak felszerszámozzák a gyártósort? Ha van, akkor oda viszik, ha nem, akkor nem. Így van. Így van. Jó kérdés. Nem mindegy, szóval bocsánat, a tévedésért én voltam a hibás. Legközelebb jobban figyelünk. Szerintem nincs ezzel gond. Ugyancsak ebben az elmúlt két és fél napban jött ki az a hír, amiről szintén beszéltünk, hogy az Alfa Romeo-val vajon mi lesz, és majd a Stellantis megalakulása kapcsán felülvizsgálják ezt az együttműködést a Sauberrel, és állítólag az olasz sajtó most azt írja már, hogy a Ferrari-val meghosszabbították a motorbeszállítói szerződést, csak még nem jelentették be hivatalosan, és már az olasz lapok azt is tudni vélik, hogy legyen ilyen sok-sok kérdője, amit a Teddy nem szeret, hogy állítólag ez a 2025, ez ugyanúgy akkor így az Alfa Romeo-val való együttműködése is igaz, és csak azért nem jelentették még be, mert meg akarták várni az egyesülést. Egyébként meg ettől függetlenül biztos, hogy lesz valami motorsport felülvizsgálat. Hát attól függ, hogy rátérjünk a... Ja, nem. Még van egy fél mondat itt ennek kapcsán, hogy de a C41-es versenyautót február 22-én fogják bemutatni Varsóban, ami ugye nem véletlen, mert hogy ugye a másik legnagyobb szponzor az az Orlen, ami igazából a lengyel MOL, egészen pontosan direkt felírtam, Polski Koncern Naftowi, ez a PKN Orlen neve. Nyilván ugye Kubica is lengyelországi születésű, úgyhogy megy az egész csapat, és akkor ott fogják leleplezni az autót, és egyébként ez az első bejelentés most így a Forma 1-es csapatok közül időpont tekintetében. Meg azt hiszem, hogy a bemutatónál is az első igen. Bemutató között egyelőre. Igen, igen. Meglátjuk. Úgyhogy hajrá Alfa Romeo Racing. Hát hajrá Ferrari, hogy jövőre csináljanak valami értelmes motort. Igen. Mert idén szerintem egy versenyt nem láttam. Hát én ezzel láttam párat, de többet versenyeztem a Forma 1 Racing, vagy a F1 Racing-gel, vagy mi a program neve? F1, nem tudom most éppen, hogy hívják a hivatalos Forma 1-es szimulátort. Mármint a konzolra? Igen, az. Kurva meglepő lesz. F1 2020. 2020, igen. Na, többet mentem vele. A Codemasters széle. Igen, igen. Ja. Mint ahány versenyt láttam a tévében. Én nem vettem meg az idejét, mert úgy voltam vele, hogy ezt most inkább hagyjuk ezt az évet, majd a jövő évit. Ja. Beruházott. Na, de ezt Stellantis. Úgyhogy mostantól felejtsük el, azt hiszem ez az utolsó olyan nap, amikor még azt mondjuk, hogy FCL meg PSA. Szerintem kimondjuk ezeket a bőve szavakat. Hogy FCA. Igen, nagyon fura lesz egyébként ezentúl Stellantisként hivatkozni erre a koncernre. Csillagda. De például a Revoluton a kis részvényeimet már átnevezték. Tényleg? És nem már, nem, már nem FCA, hanem Stellantis. Tegnap néztem, ma meg még nem néztem rá, és erre pont akkor nevezik át. Igen. Igen, és megy fölfele. Stellantis, jaj, de szép. Ami nekem egyébként, másik, hogy amit vasárnap felvettünk videót, abban mondtam, hogy hát akkor a Tavares tart egy sajtótájékoztatót, meg LK, meg nem tudom, LK nyilván nem volt ott, Tavares volt ott.
Hát nagyon, nagyon érdekes figura volt. Unalmas volt nagyon. Nem is az unalmassága, hanem minden egyes, a Q&A session, tehát amikor az újságírók megkérdeztek, akkor minden egyes választ ezt úgy kezdett, hogy most ez egy dolog, hogy ilyen udvariassággal köszönöm szépen a kérdését, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és minden egyes kérdés, this is a really important question, thank you for raising it up. És akkor nem tudom, egy ilyen barokkos körmondatban elmondta a választ, és aztán azzal zárta, hogy this is my answer to your question, thank you. Ilyen közepes, félig ilyen franciás, félig nem tudom, hogy milyen a hangulsága. Na mindegy, de hogy egyébként nekem a catchphrase az erre, vagy a tegnapi sajtótájékoztatójára az a volt, hogy a védőháló. Hogy ez az összeolvadás, ez egy védőháló, hogy nem rúgnak ki senkit, kicsit nem zárnak be gyárat. Szakszervezet is volt az űrgen. Egy nagyon picit igen, de hogy meg hogy mit tudom én, hogy ugye új esélyt kapnak az eddig vagy elfeledésbe merült márkák, hogy mindenre is lesz lehetőség, mindent is megvizsgálnak. Tehát, hogy értem én a Tavaresnek az optimizmusát, meg nem tudom én, de kicsit ilyen nem tudom, tehát, hogy mintha egy zsákkal több ilyen, nem tudom, pozitivizmust, vagy ilyen pozitív sugarakat hozott volna ki a kincstárból. Ó, de nem kezdheted úgy az első hivatalos sajtótájékoztatót, hogy leépítünk 100 000 embert, és bezárunk 45 gyárat. Tehát, persze, hogy nem, csak tehát akkor, amikor úgy kezdem, hogy minden szép és foly, és rózsaszínre fosom az eget, tehát ott az nekem egy kicsit büdös. Főleg, hogy ő az az ember, aki arról ismert, hogy bizony nem fél elvágni dolgokat, és nem fél megszüntetni, leépíteni, bezárni, stb. Tehát, hogy ennek fényében tényleg fura volt. És ugye kezdődött az egész egy ilyen nagyon szép promófilmmel, amit itt most láttok, hogy milyen szép, mennyien vagyunk, 400 000 dolgozó, hány országban vagyunk jelen, nyilván ez kell, tehát hogy ez így működik. Ott mondjuk azért tök jó, mert belevágták az összes márkát, belevágták még a Lancia-t is, meg hál' Istennek a Tonale is ott van a képsorok között, meg ott van a Chrysler, amiről az elmúlt hetekben mindenki azt mondta, hogy ott lesz a vége a márkának. Tehát, hogy erre úgy majd vissza lehet hivatkozni x hónap, év múlva, amikor ne adj Isten beszántják ezeket a márkákat, hogy de hát ott volt a promófilmetekben, srác. Jó, de hát most könyörgöm, tehát persze, nyilván. Egy promófilm, mint hogy ez valami életbiztosítás lenne. Nem, csak egy kicsit nekem is ez jött át, hogy minden marad a régiben. Tehát egy picit olyan hangulata volt az egész. Egyetlen egy dolog volt, ami ilyen megszorítás szagú volt, és az még az előadásában volt, illetve nem is ő maga mondta, hanem a prezijében volt benne, igen, hogy akkor leírták, hogy 5 milliárd euró megtakarítást remélnek a szinergiákból, tehát hogy a két cég egyesül, és akkor nem tudom én, megszűnnek a párhuzamosságok, nem lesz akkor a vízfej, stb. És abban szerepelt, hogy a regionális hálózat, tehát most így értsétek ez alatt az importőröket, meg az értékesítői hálózatot, az, hogy ott lesznek majd, ha nem is megszorítások, de hogy optimalizáció. De akkor már is nem áll fönt az a kijelentés, hogy 400 000 dolgozó, mert ha elkezdik ezeket összefésülni, akkor kikerülnek emberek. Hát vagy az lesz, hogy például, ahogy Magyarországon ugye FCA van, vagy hát látszik, még van. Igen. Peugeot importőr viszont nincs, hogy akkor ők bekerülnek az FCA a régi FCA igen szervezetébe, és aztán minden szép és minden jó is megy tovább úgy, ahogy. Tehát, hogy most, hogyha a végeken nézed meg a dolgot, akkor ember, az kelleni fog. Tehát nem az lesz, hogy a Peugeot, hogy aki eddig Peugeot-val foglalkozott, az kirúgják, mert ott vannak azok, akik eddig dolgoztak. Nem, ott is megszabott mennyiségű ember, megszabott mennyiségű munkára volt. Tehát igen, így nem hiszem. És valahol ezt támasztotta alá egyébként az a megjegyzése is, szintén újságírói kérdésre, hogy ott volt az egyik a Bloomberges kollégina kérdezte meg, hogy hogyan akarnak hatékonyságnövelést elérni úgy, hogy anyagilag, tehát hogy javítani a marzsot, hogy nem rúgnak ki senkit, és nem csökkentik a fizetéseket, és akkor erre mondta azt, hogy hát erre van még egy pár módszer, amit ő most nem fog nyilván a világórára kötni, de hogy meg lehet ezt oldani úgy is, hogy nem rúgnak ki senkit, és nem csökkentik a fizetéseket. Aha. Kíváncsi leszek. Na hát ez érdekes lesz. Egyébként azt is így kérdésre válaszolva mondta el,
hogy a Chrysler és a Lancia esélyt kap. Talán az Automotive News-nek az újságírója tette fel a kérdést, és... Igen, amit én úgy értelmeztem, de lehet, hogy én voltam az, de hogy, tehát, hogy ő azért szerintem ennél egy fokkal óvatosabban fogalmazott. Láttam az olasz sajtó is, hát olyanokat rakott idézőjelbe, ami baromira nem úgy hangzott el. Tehát, hogy na, ezért ez óvatosan. Én ahogy értelmeztem, ott arról volt szó, hogy megvizsgálják, hogy esély van-e esély arra, hogy azokat a modelleket, amiket eddig nem tudtak megcsinálni, de most ugye mivel bejött azokat a PSA, azokat meg tudják-e csinálni úgy, hogy nem rebrandinggel, hanem egy új, tehát ugye a meglévő platformra ráhúznak egy karosszériát. Uh-huh. Tehát nyilván ezt meg kell vizsgálni. Igen. Konkrétum, ami még elhangzott, hogy ugye jelenleg 29 olyan modellje van most már a Stellantisnak, nevezzük így nevén, ami valamilyen szempontból, hogy mondják ezt, elektromobilizált, vagy Én jobban szeretem, hogy elektromobilizált, mert az, hogy elektrifikált, ez egy ilyen annyira igen. Magyar szó. A lényeg az, hogy plug-in hibrid vagy teljesen elektromos, és ezt már 2021 év végéig, tehát az idei esztendő végéig 10-el szeretnék megtoldani, és bárhogy számoljuk, ebbe bele kell, hogy ez sem maraton ele is, hogy a hazai vizekről is sőt, szóljunk. Sőt, szerintem ebbe a Wrangler 4X-e ugyanúgy beleszámít, tehát az már kettő. Nem tudom, hogy mondjuk ebbe belefér-e az, hogy ugye a Lancia Y-ból is rebesgették korábban, hogy valami hibrid a Panda alapján belemehet. Hát ugye hibrid már most is van, de csak mild hibrid. Igen. A kérdés az, hogy most abból lesz-e például. Hát a olasz piacot nézve kívánják, tehát hogy hát ott olasz piacot nézve kívánják, csak itt az a kérdés, hogy mondjuk, tehát hogyha ha azt mondják a Lancia-ra, hogy játszunk el egy kicsit a gondolattal, hogy oké, Lancia kap még egy modellt, ami mondjuk nem egy Y, uh-huh. vagy egy nagyjából hasonló méretű valami, hanem mondjuk nem tudom, két kategóriával, tehát mondjuk egy olyan crossover, mint mondjuk az 500X, vagy a Jeep Renegade, bár egyébként teszem hozzá, zárójel, ugye azt mondják, hogy akkor majd itt össze-vissza megy a platform cserélgetés, meg nem tudom én, azért, tehát szerintem ennek is van egy határa, hogy azért saját maguknak ne állítsanak már ellenfelet. Igen. És azért ez 14 márka között viszonylag nehéz. Tehát, hogy nyilván lesz majd olyan, hogy mindegyik márkánál lehet majd kapni, vagy a legtöbb márkánál lehet majd kapni, nem tudom, egy kicsi crossover-t, egy közepes méretű crossover-t. De mindegy, de hogy ha eldöntik, hogy a Lancia-nak lesz egy ilyenje, hogy akkor vajon ugye megint kitörnek-e az európai piacra a Lancia-val. Aha. Miközben meg ugye a márkakereskedői hálózat kvázi megszűnt, mert ugye nem forgalmazzák sehol, bár egyébként hát helyen merre. Könnyű visszacsinálni, mindenhol elfér egy modell, ahogy veszed a kettő is, igen. Ami szerintem sokkal érdekesebb viszont az, hogy konkrétan felosztották ezeket a brendeket mindenféle címszó alá. És szerintem ezt érdemes végigvennünk, mert beszédesek. Menjünk az elejétől, ahogy ők is felsorolták. Lesz ugye egy globál SUV márka, az a Jeep. De hát ez tök egyértelmű, szinte minden méretosztályban van egy Jeep, ami le tudja ezt fedni. Vannak az amerikai márkák, a Chrysler, a Dodge meg a Ram. Itt egyébként talán elhangzott az is, hogy a Ram az nem jön Európába. Igen. Azt így kijelentették. Hát ezt így nem jelentették ki, azt mondta a Tavares, hogy egyelőre még nem gondolkodnak azon, hogy a különböző márkákkal milyen piacok felé nyissanak, vagy mennyire, vagy ne nyissanak. Tehát amerikaiak a Jeepet leszámítva nem jönnek Európába, illetve európaiak sem, tehát mondjuk a Peugeot nem fog egyelőre az amerikai piacra menni, a kínai piacon meg ami történt, az megtörtént, ugye nagyon nagy bukta lett belőle Fiat Chryslernél is, meg a Peugeotnál is, ott meg egyelőre vizsgálják, hogy mi volt ennek az oka, egyelőre Tavares semmit nem zárt ki. Én amondó vagyok, hogy azt azért kizárhatjuk, hogy kivonulnak Kínából, inkább azt tehát úgy nincsen semmi kizárva, hogy milyen lépésekre lehet számítani, hogy Kínában valami fajta eredményt elérjenek. Igen. Aztán a core kategóriába, hát nem is tudom, minek nevezzem ezt magyarul, alap, hát vagy nem alap, hanem mi ez? Hát a főmárkák. Főmárkák, Citroen, Fiat és Abarth. Fiat és Abarth. Fiat és Abarth, igen. Pedig az Abarthnál is nekem azért rezgett a léc. Mert ugye, jó, egyébként a tavaly tök jó évet zárt az Abarth, de ugye alapvetően csak a kvázi régi 500-asra azért alapoznak, tehát hogy ott sem volt modellbővítés, egy-két ugye plusz ilyen, nem tudom én, plusz verzió, igen, de ugye új modell az nem, és mondjuk kíváncsi lennék, hogy,
hogy az Abarth-nál esetleg megfordult-e bárkinek a fejében, hogy mondjuk egy 500X-ből csináljon egy Abarth-ot, vagy egy Pandából csináljon egy Abarth-ot. Arról voltak hírek, meg sőt... Ugye nincs hozzá alapanyag, tehát nincs hozzá motor. Igen. De még én olyat is láttam, olyan szintén kérdőjeles találgatást, hogy az 500E-ből a csúcsváltozat az Abarth lesz. Ami egyébként meg tök logikus lenne. Kicsit megpiszkálni ott az akupakot, sportosabb lehet, futóművet alá tenni, lehet, bár szerintem adja magát. Hát igen, csak az Abarth-nál szerintem erre, bocs, de tehát ők mechanikával foglalkoznak, nem hiszem, hogy van rá kompetencia. Nézd, ez marketing. De, ja. Igen. Menjünk aztán tovább, ja. Upper Mainstream. Itt ugye az Opel, a Vauxhall és a Peugeot marad. Mondjuk az LOL, egyébként, hogy Upper Mainstream betették az Opelt. Egyébként meg nagyon vicces, mert itt a Vauxhall-nál konkrétan már a briteknek tett egy ilyen nagyon durva kijelentést a Tavares, hogyha ugye van ez a vállalásuk, hogy azt hiszem 2030-ig vagy 2040-ig megtiltják a belső égésű motorok gyártását. És azt mondta a Tavares, hogy ha ez így lesz, akkor kivonul a gyár már most. Uh-huh. Hát, hajrá! Ugye most az uniós országok picit csúnyán fogalmazva egymással versengenek, hogy ilyen bejelentéseket tesznek, hogy 2030-2040 mindenkit mond nagyokat, aztán kérdés, hogy majd ebben mi lesz. De itt azért elég csúnya lenne, hogyha egyből egy ilyen gyárbeszüntetéssel kezdene. Magának ellentmondva, de... Azzal nem fog kezdeni, az biztos. Meglátjuk. Szerintem. Mindegy. Na, de menjünk tovább. Lol, hogy az upper mediumban, vagy az upperben van az OPEP. Igen. Viszont ami számunkra tök jó, és egy nagyon picit meglepő, hogy az Alfa Romeo-t a prémium kategóriába tették a DS-sel meg a Lancia-val közösen. Mi ebben meglepő? Nem tudom. Nem ez a meglepő. Szerintem ebben nem ez a meglepő. Ha nem? Ebben az a meglepő, hogy Lancia... viszont nem az, ne, hát azt hittem, hogy ott van, hogy hova kerüljön a Lancia, nem, hanem hogy a Maserati kikerült ebből a branchból. Igen, mert ők ugye a Luxury-ba tették, ami a mostani modell kínálatot nézve, na mindegy. Ne, figyelj, a mostani modell kínálat szerintem, tehát hogyha most beleülsz egy Ghibli-be, egy Quattroporte-ba, vagy egy Levante-ba, azért ez mégiscsak Luxury, meg azért tehát a Maserati, meg az Alfa presztízs szempontjából azért baromira nem ott van. Nem, nyilván, persze. Tehát abszolút. Ilyet én annyira nem meglepő, hogy külön vették, csak ugye korábban együtt voltak az FCA-s időkben. Főleg, hogyha a szupersport autóit nézik a Maseratinak egyértelmű. Pláne. Igen. Na, és akkor van még egy kategória, ez mondjuk csak érintőlegesen, ez a mobility. Ugye ezek a, hát minek nevezzem őket? Autóbérlős, autómegosztós dolgok. Autómegosztós dolgok. Egyébként ezt hangsúlyozta is nagyon a sajtóanyag is, hogy nem csak a világ egyik legnagyobb autógyártója, hanem egyben mobilitási szolgáltatója is a Stellantis, innentől kezdve, ami jól hangzik. Jól hangzik, aztán meglátjuk, hogy pénzt hogyan tudnak belőle csinálni. Igen. Aztán van itt még érdekesség, bár ezek a nevek nem biztos, hogy sokat mondanak majd. Ezt szerintem érdemes még végigvenni. Szóval, hogy itt a design csapatok vezetése változott egy kicsit. Különbontották a márkákat egyébként elég érdekesen, legalábbis számomra. A Chrysler, a Dodge, a Jeep, a Ram, a Maserati és a Fiatot Ralph Gilles fogja vezetni. Ő egyébként eddig hasonló pozícióban volt az FCA-nál. Például ő tervezte a Dodge Challenger-t, ami azért úgy design nyelv szempontjából eléggé ütős. Ja. Tehát, hogyha ezekért a komoly márkákért felel, akkor nem kell félnünk. Bár nekem tényleg egy kicsit fura, hogy ott van a Fiat is, bár ez csak a dél-amerikai régió. Tehát hát, ezt, hogy érdekes, hogy szétbontották mindegy. Nem, nézd meg a brazil gyártású Fiatokat. Mondjuk ott a pick-up, meg ilyen ez a vonal. Hát egyrészt megy, a pick-up, másrészt ugye ott még az Uno-nak, azt van új Uno, vagy ennek az utóda. Tehát, hogy ott azok teljesen más formatervezésű Fiatok, mint amik itt vannak. De azok ilyen, hogy mondjam, kicsit ilyen... robosztusabbak, meg olyan... Hát ócsóbbak, robosztusabbak, rondábbak. Nem feltétlenül rondábbak, de... Morról lesz, igen. Ami viszont sokkal érdekesebb, hogy az Abarth, az Alfa Romeo, a Citroen, a DS, az európai Fiat, a Lancia, az Opel, a Peugeot, pedig, hát ezt nem tudom, hogy mondják, Jean-Pierre Plouet. Ezt előtte megnézhettük volna. Plouet. Akkor jól mondtam, jó van, igen. Szóval rá lesz bízva, és itt az a
sztori, hogy ugye, aki most eddig a Head of Design volt, vele vajon mi lesz, Klaus Busse? Hát figyelj, szerintem lehet, hogy ő ott marad az Alfánál, aztán most kicelget ezt, aztán azt. De ő Fiat Abarth Lancia Alfa Romeo Maserati volt. Tehát, hogyha azt nézed, hogy a már a Maseratit kivették alóla. Hát lehet, hogy akkor azt mondják neki, hogy köszönjük Emese. Pedig ő nagyon jó volt, meg nagyon szimpi csávó. Tehát, hogyha így követed egy kicsit a munkásságát, többek között egyébként az elektromos 500-as is hozzáköthető, sőt a Tonale kapott formatervezési díjat szintén, vagy a Tonale-ért kapott. Nekem a munkásságával a Busse-nak, de hogy most a Giugiaro-nak volt bármikor probléma a munkásságával, mégis elküldték. Vagy elküldték, nem foglalkoztatják. Hát megnézzük majd, hogy a Pluie mit tud. Meglátjuk. Megnéztem ezt is, vagy őt is, ugye a Twingo-t terveztek, Leo 2, Megane. Az első Twingo-t vagy a? Az első Twingo-t, igen. Az kurva menő egyébként. Igen. De volt egyébként a Volkswagen csoportnál, Fordnál is, és egyébként a mostaniak közül meg a C4, C5, C6, meg a DS3 is az ő munkásságát. Jó, hát az, hogy egy márkának a régebbi izéből mit hoz ki. Tehát nyilván azért ez múlik azon is, hogy milyen háttel lesz. Tehát, hogy nyilván egy Citroennek másmilyen új autót tud tervezni, mint egy Alfának. Igen. Szóval majd meglátjuk. Ezért érdekelne például most egy ilyen tanulmány, hogy hogyan képzelik el ezeknek az autóknak a jövőjét formanyelvi szempontból. Hát figyelj, én egyébként annyira nem félek, mert azért talán kimondhatom azt, hogy a francia autók formanyelve tök jó. Persze, az új 508-as Peugeot-nak például baromira tetszik, tehát ez kurva jól néz ki. Tehát ettől mondjuk nem kell félni. Attól én sem parázok, hogy valaki rátesz egy akkora ormótlan baromságot az autóra, mint a BMW az új zékre, a modellekre, ez a legkora vesével. Végignézve itt a bejelentett csodálatokat, meg amiket most így végigvettünk, meg amit tegnap hallottál, az alapján neked mi az első benyomásod? Én továbbra is nagyon pozitívan állok hozzá. Tehát, hogy én azt látom, hogy kicsit így, mint hogy meglódult volna minden. Tehát egyből vannak hírek, aztán majd következő egy-két hónapot meg kell nézni. Nyilván, hogyha ez egy normál időszakban történik, és jött volna márciusban Genf, akkor ott biztos, hogy felrobbant volna a Stellantis standja mindenféle bejelentésektől, bár nem hiszem, hogy őt tudtak volna bármi újdonságot vinni. Szerintem se. Szerintem itt inkább egyébként a második fél évben lesznek majd látványos bejelentések, ahol már konkrétan látunk autót. Én azt gondolom. Hát korábbra én sem számítok, mert igazából a futóprojektek azok mennek, tehát hogy most az, hogy itt volt egy vágás és day van. Látványos dolgokra szerintem egyelőre még várni kell. Uh-huh. Összességében kicsit furának hangzik, hogy ezentúl majd itt beszélnünk kell úgymond francia márkákról, mint ahogy az is fura volt. Opelről. Mi a mondok az Opelről? Hát igen. Igen. Tudjátok, hogy semmi? Szerintem az Opelről egyébként sokáig nem fogunk beszélgetni. Én azt gondolom, hogy ha tippelni kéne, és majd akkor ezt visszanézhetjük, mit tudom én, 4 év múlva, akkor szerintem az Opel lesz az első vezéráldozat, és nem a Lancia, meg nem a Chrysler. Én azt mondanám. Most futatták föl. És? Hát, na akkor is. Eladásokban azért nem a legjobb. Na jó, de hát most lett nem veszteség, vagy hát nyereséges, tehát hogy valami olyasmi. Jó, mondjuk ha ilyen szemmel nézzük, akkor az Alfát sem sorolhatjuk a jó közé, de igen. De azért előbb engedik el az Opel kezét szerintem, mint egy Alfa Romeo-t, mint márkanév, mint márka. Hát, majd de ezek most találgatások. De ha neked kéne tippelned egy márkát, ami legelőször kiesik a 14 csillagból, Chrysler. Chrysler? Te akkor maradnál a Chryslernél? Maradok a Chryslernél. És nem lehet, hogy ott meg ennek a szép nagy cégnek az amerikai része fog majd nagyon erősen küzdeni érte? Figyelj, a Chrysler az valahol egy ugyanolyan nemzeti kincs, mint ahogy a múltkor mondtuk, mint az Alfa Romeo az olaszoknak. Hát, már másodszor, vagy nem tudom. Nem tudom, ezt innen Európában én nem tudom megítélni. Mm. Baromira tetszik a Chrysler Pacifica, tehát egy tök jó formatervű autó. De emellett azért nem véletlen, hogy a Chrysler oda jutott ahova, és nem azért, mert a Fiat Chryslernél mindent, amit lehetett, elbasztak.
Nem tudom, de egyelőre én a Chryslerre mondanám, hogy hogy az lesz az első áldozat. Amiről még személy nagyon picit beszéljünk, bár ezen te ki fogsz akadni, mint ahogy én is kiszoktam. Megnézve a kommenteket, hogy így egy átlagos autós csoportokban mit szólnak, meg mondjuk a Total Car, meg a Vezesnek a komment szekcióban mit szólnak ehhez az egyesüléshez, igen. Így a magyar autós szerető közönség, fogalmazzunk szépen. Igen. Hát az összes... Nem olvastam, mesélj. Tudom, hogy nem olvastad, de gondoltam, hogy nem olvastad, mert nem szoktál te ilyeneket olvasni. Konkrétan az összes sztereotípiát összevegyítik most a francia és az olasz autóról. Tehát, hogy konkrétan csak hideg van, nincs meleg. Tehát, hogy... Hát figyelj, most... Nem akarok idézni, mert tényleg olyanokat írnak, hogy fú. Na. Nézd, erre azt tudom mondani, hogy, hogy van ez a mém, hogy szeretném megkérdezni azokat, akik egész életüket úgy élték le, hogy, nem, hogy majd mit szólnak hozzá. Hogy végül is mit szóltak hozzá. Igen. Szóval messze menőkig leszarom, hogy a komment huszár, fotelversenyző gyökerek mit szólnak ehhez. Igazából szerintem a távárosék is messze menőkig leszarják, nyilván, hogy, hogy mit szólnak ehhez. Mert hogy, tehát bocs, de ha az lenne a piaci helyzet, mint ami a kommentekből leszűrődik, akkor tényleg kap a kasza. De nem erről van szó. Csak van egy ekkorka marginális kis hangos gyökérsiserehad. Nyilván mindig azok a leghangosabbak, akik olyanokat állítanak, amikkel így lehet húzni az értelmesebbjét. És tudod, ne vitatkozz hülyekkel, mert lehúznak a saját szintjükre. Én ezért nem szoktam ilyenekbe belemenni, teljesen fölösleges. Persze, nyilván, de ez attól függetlenül ott van, és úgymond a kultúránk része, vagy nem tudom minek nevezzem, hogy ezzel is meg kell küzdeni. És nyilván most egy nem a Facebook huszárokkal kell megküzdeni, mert ez marha nehéz, csak... Teljesen fölösleges. Én azt gondolom, hogy egyetlen egy dologgal lehet küzdeni, nem is ellenük, hanem inkább a vásárlókért, az pedig az, hogy értelmes terméket csinálnak. És innentől kezdve most az, hogy itt a közép-kelet-európai nyomorban még mindig a német autót istenítjük, vagy istenítik a népek, hát lelkük rajta, tehát hogy rendben van, oké, okay. De hát azért látjuk az eladási statisztikákból, hogy azért itt van más is a német termékeken kívül. Igen. Szóval most innentől kezdve, na. Igen. És egyébként, hogy egy ellenkező példát is mondjak, hogy a úgymond mi rajongói bázisunk is tud egy picit néha egybites lenni, és bocsánat azoktól, akiket esetleg ezzel megsértek. Konkrétan a tegnapi nap megjelent egy ilyen formatel, vagy ilyen Photoshop fantázia rajz, vagy nem tudom minek nevezzem, amin egy Tonale elejű SV volt, nem tudom, hogy láttad-e. Fölül Stellantis logó, mutatom a rajzot, egy kombi, alatta meg, hogy Alfa Romeo 179 sportvagon, vagy valami ilyesmi, és elég sok Alfest csoportban láttam ezt megosztva, Speedzone csoportban láttam megosztva, én bele is mentem egy-két ilyen vitába, ahol leírtam a véleményet, hogy azért attól nem kéne mellelájulni, hogyha láttok egy Alfa Romeo elejű sportvagonnak kinéző tárgyat, konkrétan úgy nézett ki, mint a Honda Accord kombi. Aztán egyébként valaki föl is vetette, hogy a képen egy Opel Insignia kombinak a hátulja van rá, vagy a hátuljára van rá montírozva, egy Tonalének az eleje, és egyszerűen nem néz ki jól. Tehát, hogy könyörgöm, azért egy picit mi is legyünk már kritikusak, és azért, mert meg bekattan ez a hívószó, hogy sportvagon, mindenkinek az álma, attól még nem kell lájkolni minden szart, szerintem. Tehát, hogy aztán lehet, hogy ezzel most megbántottam pár embert, de ez az én véleményem, írjátok meg, hogyha nem értetek egyet. Ez a sportvagon mánia, meg szerintem ezt is ezerszer elmondtuk, ha most lenne a Giuliából sportvagon, attól nem lenne jobb az ECA-nak a helyzete, mert mondjuk egymástól venné el a vásárlót a Stelvio, a Giulia SV, meg a Giulia. Tehát, hogy max azt mondom, hogy 5-6%-kal több autót adnának el esetleg, viszont három autót gyártani, vagy három különböző karosszériaváltozatot gyártani, meg sokkal nagyobb pénz. Tehát, hogy megy az autólájk az ilyen képekre, és úristen, ha lenne sportvagon, de jó lenne, biztos akkor, megvenném. Akkor biztos nem venném meg. Igen. Tehát, hogy...
Mindegy. Na mindegy, ezt csak azért kellett, hogy biztos meg végére. Aha, igen, azért. Bocs, nem félre ne értsetek, nem ezzel van a problémám. A problémám azzal van, hogy ez már ilyen trollkodásos hangulatkeltésbe megy át ez a történet, és attól a gyárnak még nem lesz jobb, hogy valaki másod, harmad, negyedik tulajként használtan megveszi. Újonnan kell eladni azt a nyomorult autót, mert az autógyártó csak akkor tud belőle pénzt csinálni. Igen, csak erre is jön az átlag kommentelő, aki azt mondja, hogy vettem én volna kombi Giuliát. Volna. Tehát ha nagyanyámnak golyói lennének, nagyapám lenne. Tehát hagyjuk már ezt, igen. Tényleg. Tényleg azért hoztam ide ezt a témát, hogy nálunk is megjelenjenek ezek a kommentek, és attól tök jó kis vita lesz majd a komment szekcióban, de most egy viccelek. Szóval, hogy nem kell mindent autolájkolni, gyerekek, én azt gondolom, mert voltak ennél sokkal jobb ilyen elképzelések, ilyen kis Photoshop huszároktól, akik tényleg megtervezték szépen mondjuk a Giuliának a kombi változatát, abból se lett semmi, csak hogy ez legalább jól nézett ki. Ez meg szörnyű, szerintem. Tehát, hogy ráadásul a Tonale forma nyelve, az orr, az nem is biztos, hogy végleges. Tehát hiába teszik rá egy Opel Insigniára, attól nem lesz. Tehát, én ettől tudok a gyergölcsöt kapni, amikor van egy tanulmány, és akkor elkezdi mindenki így vakargatni, meg ide teszni, oda teszni. És bocsánat, és az benne a legrosszabb, hogy például a Speedzone csoportban ezt egy csomóan készpénznek vették, mert ott volt fölötte egy Stellantis. És jaj, de jó, jön egy kombi akármi. Tehát, hogy, és nem, tehát, hogy... És autórajongókról beszélünk, és néha azt látom, hogy ők is tényleg csak így nyomják így az autó kommenteket, és nem, mintha nem tájékozódnának, pedig a Speedzone is megírta, hogy mi lesz a Stellantis-szal. Tehát várjuk mi is persze az új alfákat, de szó nincsen, hogy érkezzen kombi, tehát nem, ezt engedjük el. Ez most nem az a következő 3-4 év lesz, amikor sportvagonban gondolkozhatunk. Aztán milyen csak vicces lenne, hogy... Pont erre gondoltam, előbb nem fordulj. Figyeljetek, ha lesz 3 éven belül sportvagon, akkor valami tényleg írjátok meg, mit csinálják, látványosan megeszem a kalapomat, nem tudom, tehát hogy... Nincs még kalapja. Ne szokjátok meg azt, hogy ilyen gyakran jelentkezünk a backstage-el, ez most tényleg egy ilyen hirtelen felindulás volt, mert mégse hagyhattuk szó nélkül a szeretett márkánkat, rendkívül fontosan érintő híreket, de igyekszünk, amint lesz fejlemény, jövünk a legújabbakkal. És ahhoz a gondolatot se szokjatok hozzá, hogy majd itt most eljön a Kánoán. Várjuk ki a végét. Igen, igen. Sokat fogunk idén erről beszélgetni, az egészen biztos. Igen, sokat fogjuk tépni a szánkat. Nem baj, ti meg kommenteljetek, aztán jövünk legközelebb, amikor történik valami. Mindenképpen írjátok meg, hogy mit gondoltok erről a nagy egyesülésről, most már tudatában meg birtokában ennek a sok információnak, és itt szeretném megköszönni a Patreon támogatóinknak, akik egyébként az előző adás óta 3-mal többen lettek, úgyhogy most már 10 vagytok, köszönjük szépen, hogy támogattok minket és néztek minket. Köszönjük szépen! Sziasztok!